Szombaton megkezdődik az NB1-es kosárlabdabajnokság 2013-2014-es szezonja. A vasi sárga feketék Zalaegerszegen lépnek pályára, az ellenfelük pedig az az ETKK lesz, mellyel az elmúlt hetekben kétszer is megütköztek, egyszer a Göcsej kupán, egyszer pedig a Horváth Zoltán emléktornán. A mérleg egy vereség és egy győzelem. Mindenképpen jobb játékot várok, mint amit a Göcsej kupa döntőjében játszottunk, és valami hasonlót, vagy még jobbat, mint amit a hazai torna egyik meccsen játszottunk az Zalaegerszeggel. Én úgy gondolom, hogy kész van a csapat a bajnoki rajtra, nem vagyunk még teljesen összeérve, hogy úgy mondjam, de mindenképpen ezt a Zalaegerszeget most meg kell vernünk az első fordulóban, én ezt várom a csapattól. A vasi sárga feketék erős kerettel vágnak neki a szezonnak, minőségi légiósok mellett nagyon sok tehetséges fiatal is bevetésre vár majd. Emellett pedig olyan tapasztalt játékosok állnak Bence Tamás rendelkezésére, mint Vil Tamás, Harazin Tamás és Simon László. 8-ba szeretnénk kerülni, ugyanúgy, mint az eddigi években. Ugye a költségvetésünk a tavaly előttihez képest nem változott. Megpróbáltuk a fiatalítás jegyében összeállítani a keretet, és azt gondolom, hogy látszik, hogy milyen útra léptünk. Én azt hiszem, hogy a fiatalok biztatóan mozogtak, és majdnem biztos vagyok benne, hogy meg fogják hálálni a bizalmat, és fognak tudni élni a lehetőséggel. A zalaegerszegi mérkőzés szombaton este fél hétkor kezdődik. A szombathelyi televízió vasárnap 15 órakor felvételről adja le a találkozót.